Életet mentettek a MIÖR munkatársai. Egy magatehetetlen férfiről érkezett bejelentés a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyeletére, aki becsúszott a szivába, ami magával sodorta. A rendészek kihúzták a vízből, majd biztosították, hogy ne hűljön ki a mentő kiérkezéséig. Vince Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője szerint nem ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű segítségnyújtásban vesznek részt kollégái. Miskolcon vagyunk a Selyemréti strandfürdő háta mögött. A lakossági bejelentésre, hogy érkeztünk, egy eszméletlen férfihez riasztottak bennünket. Csütörtökön a kora délutáni órákban bejelentés érkezett a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyeletére, hogy a Szimva parton egy eszméletlen férfi fekszik. A MIÖR munkatársai perceken belül a betelefonáló hölgy által elmondott helyszínre érkeztek. A férfi időközben becsúszott a szimbába. Ekkor magához tért, de továbbra is magatehetetlen volt, így a víz magával sodorta. A szimba ugyan ártalmatlannak tűnik, mégis van annyira erős a sodrása, hogy egy magatehetetlen embert elragadjon. Már nem a parton feküdt, hanem a szimbának a közepén találtuk meg, innen tőlünk körülbelül egy olyan 10 méterre, és egy olyan 25-30 métert sodorta a víz. A kollégám bement a személyért, kihúzta a partra, én pedig a parton segítettem szárazföldre érkeztetni. A mentést követően a rendészek egy pléddel próbálták védeni a férfit a kihűléstől a mentő kiérkezéséig. Időközben a középkorú férfi magához tért, a mentőszolgálat pedig kórházba szállította. Jelenleg annyit tudunk róla, hogy a mentőszolgálat a megyei kórházba szállította, nyilván egy vizsgálat következik, illetve hát azt is kiderítik majd az orvosi vizsgálat során, hogy mi okozhatta az eszméletvesztését, rosszul létét, hogy esetleg valamilyen egészségügyi ok vagy más miatt történt ez a probléma vele. Jelenleg a szimba vize körülbelül 3-4 fokos lehet. Ezt a hőmérsékletet a szakértők szerint kevesebb, mint másfél óráig bírja a szervezet. Miután a férfi nem volt magánál, csak a szerencsém múlt, hogy a betelefonáló értesítette a hatóságokat. A rendészet igazgatója híradónknak elmondta, nem ez volt az első eset, hogy a kollégái bajba jutottak, segítségére siettek. Nemrég egy idős hölgynek is gondoskodtak a biztonságáról. Egy kolléganő reggel munkába érkezéskor tapasztalta, hogy egy hiányos öltözetben lévő idős hölgy felszáll a villamosra, és azzal elindul az újgyőri főtér felé. Amint beérkezett, azonnal tájékoztatta a kollégáimat, a kollégáim a térfigyelő kamerák segítségével nyomon követték az idős hölgy útvonalát, illetve azonnal gépkocsizó járőrszolgálatot indítottak a villamos után. Az idős nő zavart állapotban szállt le az újgyőri főtéren. Hozzá is kihívták a mentőszolgálatot, illetve sikerült értesíteni a hozzátartozókat is.